Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Petri László, a Kárpát-medencei tehetségkutató programigazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Ez egy egyesület, egy alapítvány? Alapítvány. Hogy jutott eszükbe, hogy tulajdonképpen, hisz annyi tehetséges van innét határon, innen is, hogy támogatni kell a határon túli kiválóságokat? Meg kell keresni először is. Hogyan keresik meg? Ezt egy komplex módszer szerint keressük meg. Nagyon sok tehetségkutató szervezet van, és mikor mi elindultunk, akkor ezt megelőzően az alapítvány kuratóriumának... Szerintem tegye egy gombbal lejjebb a mikrofonját, úgy, és akkor nem lesz ilyen torok hangja, ne szétszedje, hanem csak egyen lejjebb, úgy, és már is mondhatja tovább. Igen. Meggombolja. Nagyon jó, hallgatjuk tovább. Jó. Az alapítvány kuratóriumának a tagjai korábban is foglalkoztak tehetségkutatással. Kik a kuratórium tagjai, hisz nem egy akármilyen kuratóriumról van szó? A kuratórium elnöke Réthei Miklós. Volt miniszter, rektor emeritus, igen. Tiszteletbeli elnök Horváth János, közgazdás professzor, ő a parlament korelnöke volt korábban. Romsics Ignác, történész akadémikus. Pincz János történész akadémikus, König Frigyes, ő az országos doktori tanács alelnöke, rektor emeritus, ő a Közművészeti Egyetemnek volt a rektora, festőművész. Hát akkor csupa kiválóságok, kiválóságok keresik a kiválóságokat. Hogy történik tulajdonképpen? Valahol a Kárpát-medencében van egy 13 éves lány, akinek az IQ-ja legalább 160, és jól tud matekozni és zenélni. Hogy kerülhet az önök látókörében például? Mi együttműködünk a társadalom alapintézményével, az családszervezetekkel és a felekezetekkel. Minden a Kárpát-medencében megtalálható felekezettel? Történelmi felekezetekkel. Mivel egy verseny megszervezése komoly pénzekbe kerül, nekünk ez nem állt rendelkezésünkre, és nem szerettük volna az x-edik valamilyen versenyt megalkotni. Épp ezért azokat próbáljuk elérni, akik nem feltétlenül jutnak el valamelyik nemzetközi versenydobogós helyére. Aztán majd önök eljuttatják őket a dobogós helyre. Mégis hogy találják meg? Valaki jelentkezik. Hogy lehet önökhöz jelentkezni? És milyen feltételei vannak? Minimum 150 kell, hogy legyen az IQ-m ahhoz, hogy labdába tudjak rúgni önöknél? Nem. Alapvetően az kell, hogy a jelentkező az kellően motivált legyen arra, hogy őt fejleszteni tudjuk. Természetesen... megvizsgáljuk azt, hogy milyen eredményei vannak, milyen motiváltsága van, milyen háttérrel rendelkezik. De ez nem azt jelenti, hogyha valaki mondjuk szociálisan hátrányos helyzetben van, vagy egy kis faluból származik, akkor nincs esélye. A támogatottánk jelentős része ilyen erdélyi, meg kárpátaljai kis településekről vannak. És tulajdonképpen egy témába fejlesztik tovább, vagy nagyon sok nem. témában? Minden téma, tehát minden területről vannak támogatottaink, természettudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, képzőművészet, zene. Árulj el a nagy titkot, hisz itt kilométeres távolságok vannak. Mindez a mai 21. század technikájából interneten folyik? Alapvetően interneten keresztül folyik. Minden diák, aki bekerül hozzánk, az egy mentorprogramban vesz részt. A mentor az adott terület nemzetközileg is elismert személyisége. Többnyire professzorok, akadémikusok a mentorok, és a mentor meghatároz egy kutatási témát azon a területen, ahol a diák van. És azt a diáknak azon a területen, abban a kutatási témában kell kutatást végeznie, és erről havi szinten beszámolót beadnia.
Milyen sikerélménye lehet ennek a diáknak a kutatások és a beszámolókon kívül? Az, hogy az a tevékenység, amit ő esetleg korábban is végezett, vagy az az érdeklődése, ami neki megvan, azt mások is elismerik, és nem a közvetlen környezetében lévő emberek, tanárok, családból kap elismerést, hanem mondjuk egy tudós részéről kap elismerést. A támogatottjaik valamikor találkoznak is? Igen, rendszeresen szervezünk számukra képzéseket. Ezen képzéseken kommunikációt, pénzügyi ismereteket, jogi ismereteket oktatunk, és itt van alkalmuk találkozni egymással. És ilyenkor szállást biztosítanak, úti költséget nekik és minden? Természetes szállást, úti költséget, étkezést, azt biztosítunk számukra. Szeretném megtudni, hogy mi ami motiválja önt, ennek a szervezetnek a programigazgatóját? Hogy még kevesebb talent tűnjön el a semmibe? Alapvetően igen. Ez úgy kezdődött, hogy én körülbelül 6 évvel ezelőtt Kolozsváron, egyébként egy zsidó program kapcsán megismertem egy fiatalt. Ő akkor volt egyetemista, a BIT, aztán másod vagy harmadéves volt a srác. Elkezdtünk beszélgetni, én azt gondoltam, hogy őt be lehet vonni valami ifjúsági programba. És beszélgetünk, és kijön az, hogy ő úgy egyébként alig várja, hogy befejezze az egyetemet, tehát a BA képzést, és kimegy majd Londonba dolgozni. És először azt gondoltam, hogy a szakmájában szeretne dolgozni, aztán nem, pénzt keresni szeretett volna, csapos lenni, vagy valami kocsmába elmegy dolgozni. És úgy már gondoltam, hogy ennek a beszélgetés nem sok értelme van, de hát jó, végülis nyár volt, dumáljunk tovább, és akkor így megemlíti, hogy ő egyébként a helyi menzának a tagja. És mondjuk itt, elnézőinknek, hogy mi az a menza? A menza az egy nemzetközi szervezet, mely a magas IQ-val rendelkezőket gyűjti egybe. Innentől kezdve más terület, tehát tudományos oldalról is javasoltam neki néhány dolgot. Megvizsgáltátok, hogy lesz ő majd csapos Londonba. Igen. Ez a fiú most jelen pillanatban Svédországban van, a Göteborgi Egyetemen kutat. Egyébként a BME-nek, a doktoriskolájának a hallgatója. Tehát mégsem lett belőle Londonban csapos. Mennyire tudtatok segíteni neki? Alapvetően végig segítettünk neki. Ő kapott egy mentort, aki első körben a Mihály György fizikus volt, aki szintén akadémikus, és ő aztán összehozta az egyik munkatársával. Ez a munkatársa folyamatosan fejlesztette. Volt olyan nyár, hogy javasoltuk, hogy jöjjön ide, akkor mi finanszíroztuk neki hónapokon keresztül a szállását Budapesten, az utazási költségét, kapott ösztöndíjt, hogy az étkezését tudja finanszírozni. És elvégezte az egyetemet, kétszakos volt, mint kétszakot. Most, aki korábban a mentora volt, az most már a doktoriskolában, ő a témavezetője, és most végzett másodéven a doktoriskolában. Most is támogatjuk egyébként, hogyha van forrásunk, akkor ösztöndíjjal, költségtérítésekkel. Ha valamikor a zsidóknál ez egy alapvető dolog volt, a mecenatúra, és ez a befogadó társadalomra is átragadt. Vajon a mai Magyarországon mennyire előre haladott a mecenatúra? Tehát mennyien hajlandók támogatni az önök intézményét azért, hogy segíteni tudjanak? Természetesen anonim formában. Ez egy nehéz kérdés. Hogyha azt nézzük, hogy nagyon sok szervezet van Magyarországon, aki arra hivatott, hogy támogasson valamilyen tevékenységet, és ezen szervezeteknek a megélhetés az elég nehéz. Mi alapítványunk 4 éves múltra tekint vissza. Azt kell mondanom, hogy ahhoz képest
jobb helyzetben vagyunk, mint sok más négy éves civil szervezet, de természetesen, hogyha megnézzük, hogy kikből áll a kuratórium, tehát milyen háttéren, milyen tudásbázisra tudunk építkezni, akkor valamiben eltérünk az átlagtól. De mi is nehézségekkel küzdködünk, alapvetően állami pályázatokból tartjunk fent magunkat, és az alapítványoknak van egy ember, aki adományban csak a pályázatokat figyeli? Azon is én foglalkozom, meg most már egy-két munkatársam, aki ezeknek az ügyeit intézi. Tehát ez ma már nem egy one-man show. Mégis a társadalom és a filantrópiáról mi a véleménye? Hogy lehetne ezt javítani, illetve a második világháború előtti szintre hozni? Hát ez, csak ez, az állami bügyrokba keressük a pénzt, hanem... Ez azt gondolom, hogy ez mentalitás kérdése. Akkor, hogyha a társadalom szereplői, tehetősebb szereplői, vállalkozások vezetői ráébrednek arra, hogy a saját tevékenységüket ne csak öncélúan végezzék, hanem mások javára is juttassanak támogatást, akkor ez megváltozhat. Azt gondolom, hogy ezen az irányon már rajta vagyunk, mert hogy nagyon sok. De most, hogy elkezdik kommunikálni az eredményeket, így elképzelhető, hogy többen lesznek, akik támogatni. Igen, mondom, sok szervezet foglalkozik, mondjuk tehetséggondozással, nagy vállalkozások. Bízzuk benne, hogy ez kiterjed. Van még 3 percünk, ezt használjuk föl. Milyen elérhetőségük van interneten? Itt a címre vagyok kíváncsi. www.tehetségkutatás.eu címen lehet minket elérni. Aki szeretne jelentkezni hozzánk, a honlapon kell regisztrálnia, majd a regisztrációt követően kitölteni egy nagyon részletes adatlapot. És ez az adatlap az arra szolgál, hogy egyrészt különböző adatokat meg tudjunk róluk, és mondjuk el tudjuk érni az ő szüleit, a tanárait, hogy azok információk, amiket ő megadott, az hitelesen megbizonyosodjunk róla. És le kell érni az ő saját motivációját, az, hogy eddig mivel foglalkozott, milyen hobbiai vannak, hiszen más információval mi nem fogunk róla rendelkezni, és azon professzorok, akadémikusok, akik a kuratóriumban ülnek, ezen információ alapján tudnak rendelni. A kuratórium tagjai önkéntesek? Igen. És azok a professzorok, akik utána továbbképzik a diákokat? Ők is. Ők is önkéntesek. Milyen Európai Uniós támogatást remél? Momentán nincs Európai Uniós támogatásunk, már jó lenne, hogyha lenne, mert azt gondolom, hogy az a tevékenység, amit most már nem csak a környező országokban, hanem a V4 államaira is kiterjesztünk, az egy olyan dolog, ami minden szereplőnek nagyon hatékonyan segít. Hogy mondjak el egy példát. Van 2 fiatal, az egyik egy csíkszeredai fiú, a másik egy kassai fiú. A csíkszeredai fiú 16 évesen gondolatvezérelte számítógépet hozott létre, a kassai fiú 16 évesen robotika világbajnok lett. Ezt a 2 mi összekapcsoltuk egy innovációs program keretében, és most valami olyat alkotnak, ami hogyha sikerül, akkor nagyon nagy siker lesz. Itt egyébként az innovációs programokban az Innovációs Szövetség az aki partnerként részvesül, és megítéli azt, hogy ezek a vannak-e magyar diákjaik is? Kizárólag magyar diákokkal foglalkozunk. Nem magyar anyanyelvűekre gondoltam, hanem magyarországi magyarok. Vannak. Vannak, hiszen a tevékenységünket alapvetően a Kárpát-medencében folytatjuk, és a Kárpát-medencének része Magyarország is. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Petri Lászlót, a Kárpát-medencei Tehetség Kutató és Támogató Alapítvány programigazgatóját látták és hallották. Folytatjuk vele a beszélgetést, és arra kérem önöket, hogy nyíljon meg a pénztárcájuk, hisz ennél nagyobb befektetés és pozitívabb befektetés nincs, mint az oktatásra szánni. Még egyszer, aki nem írta föl, elmondjuk az e-mail címet. www.tehetségkutatás.eu infokukac.kmta.hu
bízom benne, hogy egyből sorba fognak állni, és ha van egy gyermekük, egy unokájuk, akik ön szerint magas IQ-val rendelkezik, és valami nagyon érdekessel foglalkozik, akkor íme a lehetőség. Most előzetesek, és jövünk vissza. Köszönöm szépen.